Hát eddig beszéltünk az in-situról, illetve László tájékoztatást adott az in-situ megőrzésekről, most beszélünk az ex-situról. Ennek sincsen igazából jó magyar fordítása. Ez nem a helyben való megőrzés, talán így lehetne jól érzékeltetni, tehát valahol máshol őrizzük meg azt a génkészletet, ami valami miatt fontos nekünk. Ennek a génmegőrzési technikának, ennek a területnek nagyon sok módszere, technikája van. Ebben én most nem mennék bele részletesebben, mert a következő előadásban lesz egy kicsivel több technikai részlet. Én, amikor a programot a Gálaci kollégával egyeztetve állítottak össze, én azt beszéltem a Lacival, hogy az lenne jó, hogyha minél több helyi példát tudnánk berakni az előadásokba, és aztán majd kint a terepen még többet lehet látni. Hát én most ezt az előadást erre a gondolatmenetre raktam össze, sok gyulai példát fogok elmondani. Ismétlésképpen az előző előadásból, tehát ami itt most fontos, hogy a gyulajnál levő zöld területekről hogyan tudjuk átvinni a szürke vagy a világos kék területekbe a génkészletet. Szintén már ismert dia, itt kipirosítva az, hogyha valamit nem tudunk in situ-ban megőrizni, ott van a jogszabályban, hogy akkor viszont nemzetközi módszertani ajánlásokat követve génbank ültetvényeket létesítsünk, hát ez sokféle lehet, ahogy mondtam, majd a technikát később megismerhetjük. Helyi példa. Ez az előadás szólhatna az olasz tölgyről is, és arról is fog szólni. Ez az egyik kedvenc fafajom. Itt az autóban idefelé beszélgettünk a kollégákkal, hogy valószínűleg az ember előtti időszakban a Kárpát-medence egyik legelterjedtebb tölgyfaja lehetett, most azért olyan ritka, mert a helyén szántókat találunk, gyümölcsösöket, szőlőket, legelőket. És ezek a területek gyakorlatilag olyan régóta használtak az ember által, hogy csak bizonyos területeken maradt fönn ez a faja az ország területén, vagy a Kárpát-medence területén. Például fontos jellemző, hogy jóval nagyobb makja van, mint a molyos tölgynek, és csíkos. Úgy néz ki, mint a kocsányos tölgy. Hogyha nekem kellene egy magtételt minősíteni, egy ilyen csíkos magtételt, úgyhogy nem tudom, hogy honnan származik, akkor simán azt mondanám, hogy kocsányos tölgy, és ültessétek az ártérre, ami biztos halálát jelenteni majd a szaporító anyagnak. Itt azért látszik, hogy a kupacs molyhos, és egy egészen más fajról van szó, mint a kocsányos tölgyről. Jellegzetes kérektípus, a mai nap majd szintén nézhetünk kint a területen. Ez a már említett fénykép nagyon fényes, így a tavasz időszakban lehet a legjobban megkülönböztetni. Nagy levelei vannak, mint a kocsányos tölgynek sokszor, vagy még annál nagyobbak. A levél színe az fényes zöld, szinte egy világít a napsütésbe, a fonák pedig ilyen nagyon durván, mint úgy szoktam mondani, hogy nemezesen szőrös, és ha jobban megnézzük, itt vannak azok a kocsányos, rövid kocsányon levő terméskezdemények, amelyekből leggyakrabban ilyen csíkos makkok lesznek. Megint egy ilyen kis ismétlés, tehát ránézünk a szaporidnak forrás jegyzékünkre, nagyon nagy hiány van ebből a két fafajból, és én inkább az olasz tölgyre helyezném a hangsúlyt, mert ennek lehet komoly erdőgazdasági jelentősége. Majd miért, azt majd elmondjuk. Megint a személyi kultusz, mondtam, hogy azért nekem is lesz még ütőkártyám. Itt, hogyha az aggódó erdész tekintetét nézzük, képen annyira nem látszik, de déli irányba nézünk. Hát nem az ebéd, hanem az égtáj irányba, és ez egy 2002-ben publikált európai kutatási eredménynek az egyik végtermék, egy színes kis térkép. Minden egyes kis színes karika mögött egy-egy természetes tölgy populáció van, annak a mintázása. Ez több tízezer populáció mintázásából állt össze ez a színes térkép, és a
különböző színek mutatják azt az anyai öröklődés vonalat, amit föl lehet használni arra, hogy a jégkorszak utáni visszatelepülése a tölgyfajoknak hogyan történt. Tehát a különböző színekből lehet ilyen irányvonalakat, nem tudom, hogy hátul mennyire látszik, sárga, zöld, piros, kék, stb. A különböző színkódok, genotípusokat jelölnek. Milyen irányból foglalták vissza az európai kontinenst a tölgyfajok? Ez egy ilyen összesített térkép, és hát ami látszik, hogy három komolyabb ugye menedékterület vagy refugium terület volt, a spanyol félsziget, az olasz félsziget, illetve a Balkán. A Balkánról nem nagyon volt minta ebbe az időben, mert még a háború dúlt, meg még most is vannak olyan területek, ahol aknamezők vannak. Azóta most már van több információ, de gyakorlatilag ezek a nyílak, ezek innen indulnak. És akkor van egy érdekes dolog, ha a Kárpát-medencét megnézzük, akkor az olasz, a balkáni vonal találkozásánál van Kárpát-medence, meg részben ez a világos kék itt meg eléri a nyugati határszélt is, tehát még a spanyol félszigettől származó genetikai vonalak is itt találkoznak. Na most ez egyfajta genetikai megközelítés a tölgyfajainknak, de mögötte azért ott van az a genetikai változatosság, ami a három refugium területről találkozik itt az országban. Számomra ez azt jelenti, hogy ami itt van Kárpát-medencében tölgypopuláció, az európai tölgyfajok esetében az egyik leggazdagabb genetikai változatosságot kell, hogy hordozza. Egyébként vannak már, úgy tudom, az ERTI-nek is ilyen vizsgálatai, és a hazai tölgypopulációk nagyon magas adaptív markerekre is vannak már, tehát amik a környezethez való adaptálódásnak, a alkalmazkodásnak a genetikai tulajdonságait mutatják, vizsgálatok, és nagyon magas a genetikai változatosság. Még egy adalék, hogy tavaly novemberben Thesszalonikiben volt egy szakmai konferencia, kimentünk tanulmányútra 30 km a tengerparttól, 900 méter tengerszint feletti magasság, 700-tól 900-ig, éves átlaghőmérséklet 11 fok, 11,5, éves átlagcsapadék 700-900 mm, január, illetve január-február hónapban másfél hónapig hóborítja a területet, kocsánytalan tölgy, dalesampi, cser, magyar tölgy, Uvescens virgiliana, illetve hát a bükk foglalja a területet. Úgy, hogy a területtől 30 km ott a görög tengerpart, és nyári időszakban 50 fokos mediterrán hőmérséklet. Most, hogyha megnézzük, ez majdnem 2000 km távolság, és én nem vagyok róla meggyőződve, hogy tölgyek esetében nekünk mindenképpen délre kéne menni, mert és az a lényeg, még azt se tudjuk, hogy itthon mi van. Nagyon, nagyon sok hiányosság van, és amit a Laci elkezdett az in-situ előszeti génrezervátumoknak a kérdése, ezért is lehet fontos, vagy kell, hogy fontos legyen, mert meg kellene néznünk, hogy itthon mi van. És én meg vagyok arról győződve, és akkor itt van egy újabb ilyen bizonyíték. Ezt a jelenlegi szabványrendelet mellékletében találjuk, a természetes felújítással kezelt fajaink, bükktölgy, cser esetében, de a molyos tölgyeket is ide lehetne tenni. Egyébként ezek a színes krumplik, ezek mind tölgy populáció, benne olasz tölgy, molyhos tölgy, kocsántalan tölgy, különböző kisfajokkal. És hát mutatják, hogy ez a világoskék, ez a spanyol félsziget felől, a rózsaszín és a zöld, világos zöld az a Balkánról, illetve az olasz félszigetről. És hát van ez a szürke, ez pedig tőlünk délebbre nincsen. Mert miért? Mert egyre több olyan bizonyíték van, ami alátámasztja, hogy a jégkorszakban itt volt egy olyan mikrorefugium terület, ami a tölgyek túlélését is lehetővé tette. Tehát nekünk vannak olyan tölgypopulációink, ami a szerbeknek, vagy a bolgároknak, vagy a görögöknek nincs, mert van olyan genetikai érték, ami tőlünk délebbre nincsen, és csak tőlünk északabbra van. Jó, lépjünk tovább. Tehát akkor, amikor a Laciékkal itt elkezdtünk gondolkodni abban, hogy
hogy nem csak a pályázati források kihasználása miatt, hanem szakmai feladat is mi lenne fontos. Az egyik első dolog volt, nézzük meg az olasz molyos tölgyet. Nem akartam elhinni, hogy nálatok nincsen, mert az üzemtervekben nem nagyon találunk. Egy-két helyen a pincei erdészetnél Balogh Lajos kolléga üzemterv nemrégen egy erdőrészet, és ott nem tudom, azt hiszem 10% vagy valamilyen aránya van. Üzenem Lajosnak, hogy nyugodtan lehetett volna 50%-ot is. Tehát az olasz tölgy ott a cserrel dominál abba az erdő részletbe. És elkezdtük ezt a gondolatot, nézzük meg, hogy mi van itt az erdőgazdaság területén, és akkor most végigmegyünk azon a folyamaton, ami az ex situ megőrzésnek a lényeges elemei, és hogyha majd megnézitek a pályázati felhívást, gyakorlatilag minden elemre van pályázati forrás. Nézzük meg, hol vannak olyan területek, ahol lehet olasz tölgy. Nézzük meg, hogy ott vannak-e olyan egyedek, amiket érdemes megmenteni. Ezeket, ha lehet, akkor mentsük le. Az olasz tölgy esetében nyújtsunk makkot, mert a vegetatív szaporítás az egy kínszenvedés lenne. Ezzel is el tudjuk menteni a génkészletet. Miért kell elmenteni? Olyan területekről van szó, ami a vad sűrűség miatt gyakorlatilag nagyon nehéz felújítani, kis fragmentált populációkról van szó, tehát ex situ-ba kell gondolkodni, illetve ahol van lehetőség, lehet in situ-ba is, és erre is lesz majd példa. Hogyha elmentettük a génkészletet, akkor próbáljuk meg felszaporítani. Erre van vegetatív és generatív mód, ahogy mondtam, most generatívval foglalkozunk. Szaporítsuk fel, legyen annyi növényanyagunk, hogy abból lehessen ex situ gyűjteményt vagy gyűjteményeket csinálni. És itt akár meg is állhatunk, de ha tovább lépünk, akkor lehet szaporítani a forrást is létesíteni. Például plantást. És ez is be van tervezve, tehát van magtermesztő ültetvény létesítése is a pályázatban. Ezekre mindegyikre van pályázati forrás, egységáras megközelítésben. Hát ez a piros, ez már az a távlati cél, aminek a lehetőségét én nem zárnám ki, de gyakorlatilag az agráriumban minden a fajtákról szól, meg a fajta elismerésről, akár még jogvédettséggel is. Hát az olasz tölgy esetében nem hiszem, hogy ilyenre sor kerülne, de ha jól végzzük a munkánkat az első öt esetben, akkor a vége akár lehet egy szabadalmaztatott fajta is. Most részletesebben nézzük végig. A ZRT beadta a kérelmét másfél éve körülbelül a minisztériumhoz, hogy a kormány engedélyezze a pályázati lehetőséget, mert menet közben pályázati kiírástól függetlenül az állami cégektől megvonták az automatikus jogosultságot a pályázatra. Ezt az engedélyt nagy nehezen megkapta a ZRT, ezzel párhuzamosan megtörtént, hogy a három erdészetnél a kollégák kimentek, megnézték a különböző területeket az üzemtervi adatok alapján, vagy sejtések, vagy információ, vagy te ott is szedtünk valami, vagy ott is túrtak a disznók, nézzük meg. Vagy például a Horváth Csaba kollégám mondta, hogy disznóhajtáson nézte, hogy ja, itt is van egy terület, és akkor visszament, és az egyik legjobb helyet találta meg. Úgyhogy az üzemtervek egy szót nem tettek az olasz tölgy előfordulásról. Na, ez megtörtént a három erdészetnél. Döntés, melyik terület alkalmas in situ megőrzésre, vagy kell abba gondolkodni, vagy melyik az, ahonnan mondjuk ex situ-ba át kellene vinni a génkészletet, vagy akár az in situ-ba is jelölni új törzsfákat, hogy azt majd egy gyűjteménybe be lehessen tenni. Van most egy előzetes lista mind a három erdészetnél, Gálaci kolléga a központban fogja össze a munkát, és erre azt hiszem 200 darab törzsfára adta be első körbe a pályázatot az erdőgazdaság. Tehát erre pályázik, ennek az egység ára 15 euró darabonként maga a dokumentáció benyújtása. Ez egyébként nullszaldós vagy enyhe ráfizetéses tevékenység.
Tehát ezt önmagában nem éri megcsinálni. Csak akkor, hogyha jönnek a következő lépések. Tehát, hogyha megvannak a területeink, és azt látjuk, és itt azt látták a kollégák, hogy hát nagyon sok olasztörgy van, itt is, ott is, amott is. Tehát, hogy van miből válogatni, akkor nézzük meg, hogy jól termő egyedek, vagy nagy méretű egyedek, vagy akár jó törzsalakú egyedek. Majd látni fogjátok, ezek többszörösen sarjasztatott, nagyon ronda erdők. Tehát az amire azt mondja az erdész, hogy na, hát ez nem jó. De még így is kilógnak bizonyos olasz tölgyek a méretükkel, az törzsegyenességükkel, a fahasználati használhatóságukkal. Elkészültek ezek a listák, a törzsfa leírólap készítése még nem kezdődött el. Most fogom vissza a kollégákat, mert hivatalosan akkor kezdhetik a beruházás, ezt a fejlesztési munkát, hogyha már van döntés az irányító hatóság részéről a pályázat elfogadására. Ez még nem történt meg, úgy tudom. Tehát most egy kicsit ilyen megfogjuk a gyeplőket, és olyan munkát végeznek a kollégák, amit szükséges, de nem hivatalos még. Ezzel párhuzamosan ősszel már nagyon sok törzsfáról vagy törzsfali erőtől lehet gyűjteni termést. Hát a Jánosra nézek, hogy pince helyen is kimentél és meglepődtél, hogy hoppá, itt is, meg ott is. És majd látni fogjuk a csemetekertbe, hogy a pincei erdészetről gyűjtött szaporítóanyagból milyen szépen kelnek a csemeték, meg milyen komoly mennyiségek összejöttek egy-egy fáról. Pedig megint csak azt hiszem a Csabát tudom idézni, te mutattál egy olyat, hogy a disznókkal versenyeztetek, hogy ki tud többet, vagy elő fölszedni makkot. Tehát, hogy ha odafigyel a terület gazda, akkor egy-egy fáról komoly mennyiséget be lehet gyűjteni. És a fák alatt levő újulat, itt-ott-amott megmaradó újulat mutatja, hogy ez nem egy egyszeri dolog volt. Tehát nem 10 évenként egyszer van termés, hanem valószínűleg gyakrabban. Bocsánat, itt még vissza... Amit Csaba készített fotókat itt jeleztem, tehát az elkülönítve gyűjtés és tárolás, és az elkülönített vetés és csemetekezelés nagyon fontos ennél az ex-situ megőrzési munkánál, és mindenről nyilvántartást kell vezetni. Itt van ez a kép, tehát nagyon komoly mennyiség jött össze egy-egy fáról, csemetekertben elkülönítve vetésre került, a délutáni utolsó programhelyszín meg tudjuk nézni. Ez nekünk is kihívás, mert nem nagyon látunk mi csemetekertbe molyhos tölgyet sem, csemetét, nem az, hogy olasz tölgyet, tehát én is ilyen kíváncsian néztem, hogy hogyan csirázik, hogyan kell, milyen színekkel, de nagyon sok hasznos dolgot tanultunk már mi is itt tőletek. Itt van az a lényeg, ami azt hiszem a Lacinál is a kritikus szintet átlépte, hogy jó, hát eddig lehet kapni törzsfaleírásra, lehet kapni gyűjtésre, növényanyag előre, de ezek ilyen nem túl nagy összegek. Létesítsünk ex-situ megőrző állományokat, falakú megőrzés. Magára a létesítésre nincsen komoly összeg, viszont jár kiegészítő támogatás. És itt kihangsúlyoznám, hogy olyan területet kell keresni, ami... Hát ez az 1-10 hektár, hogy legalább egy komolyabb erdőrészet összejön belőle a megőrzésre. Erdőterület legyen, vagy erdőtalaja legyen, extenzíven kell kezelni, minimális ápolás igénye legyen, és fajazonos elődállomány nem olyan. Tehát ne legyen előtte ott tölgy, mert az keveredést okozhat, és a vadvédelem biztosított legyen, és akkor itt van. Javasoltuk, hogy keressünk olyan területet ex-situ megőrzésre, amit erdőszerkezet átalakításba be lehet tenni, talajelőkészítést meg lehet csinálni és be lehet keríteni. Na most ez utóbbi kettőre elég komoly összeg van. És mindenhol, itt a Gyulajnál is van jó néhány ilyen terület, ami erdőszerkezet átalakításra vár, és akkor, ha már ilyen van, akkor tegyünk bele ex-situ megőrzésre olasz tölgyet. Szaporítóanyag forrás létesítése
ez nem kötelező eleme már a elszitu megőrzésnek, de hogyha használni akarjuk a forrásaink, az erőforrásainkat, akkor mindenképpen célszerű. Erre is van támogatás. Gyakorlatilag a vége ugyanaz, mint az előzőnek, és a vége ugyanaz, hogy erre is lehet talajelőkészítést és kerítést. Itt viszont már az intenzív ápolás kezelés igény miatt célszerű olyat, ami jobban megközelíthető, vagy jobban járható utakkal megközelíthető terület. Néhány kép itt a végére, amit már egyrészt láttuk. Tehát ezek egy-egy fáról származó, tényleg utolsó pillanatban felszedett szaporítóanyag. Jánosék az avar alól, vagy a hó alól, vagy ilyen nagyon későn, de mikor volt az utolsó, János? Nem tudom. November, vagy december, vagy valahogy. Itt megint, tehát majd a Kína terepen próbálom majd nektek is megmutatni. Megnéztem most a szakirodalmat, mindenki azt mondja, hogy a generatív szervek alapján lehet jól megkülönböztetni az olasz tölgyet, tehát az egyik ez a nagyméretű mag és molyhos, dudoros kupacs, rövid kocsányokon. De hát itt például ez, Csaba, ez ilyen majdnem 4 centis magok is voltak ebbe a tételbe, ugye? És akkor amiről beszéltem, bátaszéki erdészetnél is a Dombvidéken nagyon sok helyütt ilyen kocsányos tölgy típusú mag van ott a cseres tölgyesekben, vagy a molyos tölgybe áthajló területeken. Legelőbb körülbelül akkora fa, mint a bátaszéki tölgy. Lehet, hogy van is olyan idős, hogy többszörösen sajrasztatott példány. A kiadványunkban is szerepel ez a két, szintén Csaba készítette. Beszéltük azt, hogy ha van jó termés, lehet, hogy egy mázsát össze lehet szedni alól. És ez helyi anyag, és ami egy izgalmas dolog az olasz molyos tölgyben, hogy azokon az erodált, lössz alapkőzetig lekopott talajokon érdemes lesz majd ezekkel szaporanyagokkal próbálkozni, ami itt az erdőgazdaságnak is, de egész Dél-Dunántúlon komoly problémát okoz az erdőtelepítésekben is, meg a felújításokban is. Tehát én nagyon, nagyon sokat várok ettől a bocsánat. Akkor lemaradt a köszönöm, de volt itt egy köszönet nyilvánítás. Köszönöm a figyelmet!